Dr. Kis Attila szülész nőgyógyász várta a nézői hívásokat, érkezett is pár kérdés. Mi iránt érdeklődtek leginkább a nézői? Égtek a telefonok. Égtek. Égtek a telefonok. Két fontos téma köré lehet csoportosítani. Az egyik, amelyik tulajdonképpen nem függ össze a nyári időszak ilyen jellegű panaszaival, ez a menopauza, tehát menopauzában levő hölgyek, akik elsősorban beszámoltak hasonló ilyen kellemetlen vizelési panaszokról és egyebekről. Itt önállók többnyire nem a fertőzés az ok, és mind a ketten elmondták, akikkel ez ügyben beszéltem, hogy másokat vizsgálták őket, kezelték, és mégse javul. Uh-huh. Nagy valószínűséggel itt elsősorban a hormonszintek csökkenése és a menopauzális változások okozzák a panaszokat. Elmondtam, hogy nagyjából ezzel kéne foglalkozni, és valószínűleg ez így meg is fogja oldani a problémáikat. A másik témakör pedig a partnernek a kezelése. Ugye beszéltem arról itt az előbb, hogy a fesztiválok korszakát fogjuk, vagy korát indítja el a nyár. Itt jellemzően ezek az egyéjszakás válogatás nélküli kalandok, amikbe bele tudnak bocsátkozni a párok, és válogatás nélkül tulajdonképpen szexuális kapcsolatot tudnak létesíteni. Na most ilyenkor a legnagyobb baj az, hogy valószínűleg ez kölcsönös, és így akkor szóródhatnak olyan kórokozók, amiket egyik visz a másikhoz. Mindenképpen kezelni kell. És nagyon sokszor erről is beszámoltak hölgyek, hogy a férfi partnert nem kezelik. Tehát kellene kezelni, illetve megkapja a gyógyszert, ám de nem veszi be. Ez a férfi sovinizmus. Ez egy fontos dolog szerintem, hogy nekem nincs panaszom, drágám, csak neked van bajod, akkor én nem szedek gyógyszert. Pedig kell, mert oda-vissza pingpong. Pedig sok esetben a férfiaknak is nagyon oda kell figyelni, sőt, az esetek többségében oda kell figyelniük, hiszen ők elmennek mondjuk a mosdóra, nem mosnak kezet, megfogják a kilincset, tehát egy csomó olyan kórokozó van, akár egy egyszerű ilyen mosdó látogatás során is, amivel utána később megfertőzhetik a kedvesüket. Ez így van. Fel is írtam ide, hogy a higiénés szabályokat tartása. Mai szakértők szerintem. Igen. Mind a ketten szakértők. Abszolút, mondom, hogy jó. Tehát tulajdonképpen erre kell figyelni. Meg azokra a romantikus filmekben időnként megjelenő tengerparti, meg erdélyi együttlétekre, amik nagyon szépen látszanak a filmeken, de azért azt tudni kell, hogy ott elég sok veszélyforrás leselkedik. Tehát ezeket azért célszerű elkerülni. Vannak olyan esetek, amikor visszatérő ez a bizonyos fertőzés. Ezzel mit lehet kezdeni? Itt már lehet, hogy oda kell figyelni esetleg étkezésre is, vagy hogy egy ilyen komplexebb problémával állunk szembe? Hát van egyébként, ez ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva hajlam, genetikai hajlam is, hogy van, akinek a védekező rendszere nem egészen úgy reagál, mint az átlag társainak a szervezete. Ilyenkor mindenképpen tartósan kell kezelni, és általában, ha visszatérő és ugyanaz a kórokozó merül fel ismételten, akkor tartósabban kell kezelni, tehát húzamos ideig. Elsősorban a gombás fertőzésekre jellemző a hölgyeknél. Beszéltünk arról is, hogy tartsuk fenn a flórát, a pH-nkat. Ezt egyébként mivel a legcélszerűbb megtennünk? Vannak ilyen készítmények, most én nem szeretnék senkinek reklámot csinálni, mert ugye nem szabad, de akár hüvelykúp, hüvelytabletta, gélek formájában vannak ilyenek, amik a hüvelynek a pH-ját az egészséges savas irányba húzzák, és van olyan, amelyik kifejezetten laktobacillus fragmentumokat, tehát ilyen gyengített törzseket tartalmaz, ami arra való tulajdonképpen, ezek ilyen velünk élő nem kórokozók, hanem szaprofiták, amik kifejezetten arra valók, hogy egy védőflórát képezzenek a hüvelyben. Ugye a megelőzésnek egy nagyon fontos aspektusa az is, hogy az immunrendszerünk azért mindig erős legyen, és ezzel is nagyon sok mindent ugye ki lehet védeni, tehát ezt előbb említette, hogy ez egy alap dolog, ugye? Igen, hát nyilván a káros szenvedélyektől valamilyen szinten óvakodni. Én azt gondolom, hogy ha ugye épp testben épp lélek, tehát ha az ember megfelelően jól táplálkozik, megfelelően edzi magát, szinten tartja magát, inkább így mondom, tehát a testi, hogy fogalmazom, a testi egészségére és nem a betegségektől való elkülönülésre gondolok itt, hanem inkább az, hogy egészségesen, edzetten, frissen, fitten és kipihenten éli az életét, akkor azért az úgy jó. Gondoskodni kell arról, hogy mozogjunk eleget, gondoskodni kell arról, hogy pihenjünk eleget, és akkor el tudjuk látni a munkánkat, és nagy valószínűséggel nem leszünk esendőek ilyen. Szintén eszembe jutott egy népgyógyászati módszer, mégpedig a joghurt használata helyileg. Uh-huh. Ez
hatásos lehet? Tulajdonképpen hogyne. Persze, ez így van. Ez így van. Annak idején, mikor még nem voltak ezek a készítmények, amikről most beszéltem, ez volt az általunk is javasolt módszer, sőt, amiről az előbb beszéltünk, a tampon. Valóban javasoltuk is azt, hogy bármilyen joghurtba egy mini tampont mártsanak bele, és éjszakára helyezzék fel. Persze nem minden éjszaka, hanem mert ez lesz után egy-két-három napon keresztül érdemes. Ezt most is meg lehet csinálni egyébként. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és megosztotta a tanácsait a nézőkkel is, illetőleg, hogy feltették a kérdéseiket. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük.